Agymosás a Franco rezsimben igazán egyedülálló, mert szisztematikusan felhasználta a katolikus oktatás folyamatát. Olyan volt, mint a katekizmus. A gyerekeknek már kicsikoruktól fogva azt tanították, hogy Franco és a rezsim milyen nagyszerű. A gyerekek átformálása része volt a stratégiának, akár már születésüktől fogva. A börtönben lévő köztársaságpárti terhes nők megszülhették gyermekeiket, majd elvették őket tőlük, hogy egy rendes spanyol családban nevelkedhessenek. Elmentek a börtönökbe, és elrabolták a köztársaságpárti nők bábjait, mert azt mondták, hogy egy anya képes átadni a demokráciát a gyerekeinek. Ezért elvették a gyerekeket, és katolikus intézményekben, vagy katolikus családoknál helyezték el őket.